Rugalmas nyugdíjba vonulási lehetőséget szorgalmaz az MSZP, valamint az orvosok és a tanárok esetében viszont ösztönözni kell a munkavállalót a nyugdíj melletti munkavégzésre. Komjáti Imre szerint a kormány 2010 óta olyan rendelkezéseket hoz, amik nem segítik a munkavállalókat. Az országgyűlési képviselő parlamenti napirend előtti felszólalásában beszélt a nyugdíjkorhatár csökkentéséről. Véleménye szerint a kormány bajban van, megszorító intézkedéseket hoznak, és él benne a gyanú, hogy a nyugdíjrendszerhez, azon belül a korhatárhoz is hozzá fognak nyúlni. Az MSZP társelnöke felhívta a figyelmet, hogy a férfiak elhalálozási aránya 55 év felett igen magas. Amellett vezetjük a statisztikát a rákos megbetegedések, szívinfarktus és agyvérzés tekintetében. Itt emelte ki, hogy azok az emberek, akik veszélyes anyagokkal dolgoznak, azoknak a szervezetük nehezebben regenerálódik a hosszú terhelés után. Így például az akkumulátorgyárakkal kapcsolatban nem csak a környezetvédelmi hatást kellene megvizsgálni. Hát igen, erre volt korábban kitalálva a korkedvezményes nyugdíj különböző, különösen idegileg vagy fizikailag a dolgozót igénybevő szakmáknál, ezt rendszerint megszüntette többé-kevésbé a kormány jó néhány évvel ezelőtt. Erről is beszélgetünk Komjáti Imrével, az MSZP társelnöke. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok a nézőknek is! Valami olyan fajta, ha nem is olyan eltúlzott mértékű korkedvezményt javasolnak, mint ami korábban volt mondjuk a rendőrök, katonák esetében, akár 45 évesen is nyugdíjba mentek? Mi azt gondoljuk, hogy egy általános érvényű, rugalmas nyugdíjba vonulást szorgalmaznánk, ami azt jelenti, hogy aki úgy érzi, hogy egyébként elkopott a munkában, annak legyen lehetősége hamarabb nyugdíjba vonulni, akár úgy is, hogy annak tudatában, hogy kevesebb nyugdíjat fog kapni. Ez szubjektív módon saját maga dönthetné el az ember, vagy bizonyos orvosi vizsgálatok esetleg meg kéne, hogy előzzék ezt? Én azt gondolom, hogy ez saját maga el tudja dönteni az ember, hogy ő hogy érzi, hogyha úgy érzi, hogy ő még fit és erős és alkalmas a munkára, és szeretne dolgozni, akkor természetesen legyen lehetősége. De ugyanígy gondoljuk azt is, hogy aki úgy érzi viszont, hogy a nyugdíjba vonulás után ő még szeretne dolgozni, akkor legyen lehetősége. Látjuk, hogy milyen munkaerőhiányjal küzd például az oktatás, ott például a pedagógusoknak is legyen lehetősége arra, hogy tovább dolgozhassanak. Nem okozna problémát, hogy a teljesen tervezhetetlenné tenni a munkaerőpiacot, amin amúgy is vannak gondok. Mármint, hogy nem tudnánk azt, hogy mondjuk 60 vagy 65 éves korig lehet számolni egy pedagógussal vagy orvossal, hogyha mondjuk 50 évesen azt gondolhatná, hát, hogy ha, nyugdíjba megy. Ha ez a kormány marad, akkor mindenképpen tervezhetetlen lesz, mert láthatjuk, hogy a költségvetés is tervezhetetlen, meg sajnos a gazdasági élet is tervezhetetlen, látjuk ennek jeleit. Azt gondolom, hogy egy olyan baloldali gondolkodású és olyan politikát folytató kormány, amelynek van szakértelme e tekintetben, és már pedig az MSZP az ilyen, akkor ezt meg tudjuk oldani azért, mert nem politikai döntéseket hoznánk elsősorban, hanem a szakmára hagyatkoznánk, megkérdeznénk olyan szakszerű szervezeteket, akiket most is, és ígérleljük ki ezeket a javaslatokat, tehát nem a kisujjunkból szívjuk, meg légből kapott adatokkal dolgozunk, nem próbáljuk megúszósra venni a javaslatainkat, hogy általánosságban fogalmazunk, hanem konkrét javaslataink vannak. És ehhez ugye muníciót gyűjtenek most az elmúlt hetekben, hónapokban, nem tudom pontosan mennyi időre visszatekintve, de elég komoly, mint egy 300 helyszínt érintő, jól mondom a számot, vagy ezt úrzó, talán országjárásai voltak. Pont azt hangsúlyozom minden egyes megszólalásnál, hogy az MSZP-ben nem kampányszerű az országjárás, hanem nálunk folyamatos, azért, mert van hova mennünk. Az MSZP-nek van több mint 300 helyi szervezete, van több mint 40 polgármesterünk, több mint 300 önkormányzati képviselünk. Ha már csak velük beszélgetnénk is, Ez egy szép feladat, de mi azért megyünk oda, hogy információt gyűjtsünk arról, hogy az adott térségben, az adott helyszínen milyen problémákkal küzdenek az emberek, civil szervezetek. Tegnap Kiskunhalason voltam, Kollert Ime a helyi vezetőnk meghívására, és egész napos program volt. Reggel 8-kor már a piacon voltunk, ott beszélgettünk az emberekkel, akik elmondták, hogy hát ez a piac ez éppen most majdnem kong az ürességtől, mert az emberek nincs pénze vásárolni. De találkoztunk civil szervezetekkel, voltam egy olyan intézményben, ahol fogyatékos emberekkel foglalkoznak. És azt mondta az intézményvezető asszony, hogy nagyon örül neki, hogy mondjuk egy egyház vette át a segítségüket, támogatásukat, mert ez legalább stabilitást ad, mert hogy nem jutnak forráshoz az államtól, akinek ez feladata lenne. És itt nem kell nagy dolgokra gondolni az eszközökben, a forrásokban, papír, olló sokszor foglalkoztatáshoz.
iszonyúan kemény munkát végeznek, minden tiszteletünk az övék, sokkal több megbecsülést érdemelnének. Milyen a demokrácia képük az embereknek? Most csak az annak kapcsán kérdezem, hogy itt a híradóban is láthattak elő tudósítást, egy közelmúltbeli felmérés alapján a 19 és 26 éves korosztálynak a véleményét kérdezték, és hát eléggé sajnálatos képet festett. Milyen demokrácia képük van? Olyan, hogy akikkel beszélgettek az utcán, azok mielőtt elkezdenek beszélni, szétnéznek. A fortélyos félelem igazgat. Tehát szétnéznek, hogy ki hallja azt, amikor őszinte véleményt mondanak, hogy milyen helyzetben vannak és hogyan élnek. És itt megint nem kell nagy dolgokra gondolni. Itt nem arról van szó, hogy valami fajta államellenes szervezkedésről, föld alatti mozgalomról van szó. Arról van szó, hogy egy nyugdíjas, egy dolgozó ember, egy pedagógus, az elmondja azt, hogy ő megalázónak tartja azt, hogy miközben ledolgozza az életét, miközben ezt az országot működteti, a hátán viszi, pont ő az, akivel nem foglalkoznak eléggé, aki nem tud eleget keresni, nem tud megélni pénzéből, és ezt nem meri elmondani nyíltan, hangosan. Ez szerintem jó képet mutat arról, hogy hol tart az ország. Mit gondol Varga Mihály tegnapi nyilatkozatáról, amelyben egyértelműen kijelentette, hogy miközben folyamatosan hiteleznek a nyugdíjasok, a nyugdíjas szervezetek szerint az államnak nem számíthatnak rendkívüli emelésre. Felháborítónak tartom. Tehát az MSZP-nek volt olyan javaslata is, hogy ha egyszer azt mondják, hogy nincs pénz mondjuk a pedagógus béremelésre, nincs pénz a nyugdíjasok pénzének emelésére, akkor miért emeli a kormány a saját tisztviselőjének, a képviselőknek a fizetését? Akkor addig ne legyen az országgyűlési képviselőknek se béremelés, amíg ilyen helyzetben vagyunk. Viszont, hogyha van pénz Vodafone vásárlásra, van pénz azóta eltűnt Fudan egyetemes ügyre, akkor legyen pénz azokra, hogy a legelesettebbeket segítsük meg és támogassuk. És bizony máron hónapra élnek a nyugdíjasok, és máron hónapra élnek már sokan a dolgozó emberek, dolgozói szegénység van Magyarországon. Ezért az MSZP azt javasolja, hogy azonnali 3%-os nyugdíjkorrekcióra lenne szükség, és visszamenőleg januárig. És az ügyben milyen megoldást látnak? Mire lenne szükség ahhoz, hogy ez a sajátos ambivalens állapot, hogy munkanélküliség is van, mégis kevés a dolgozó a gyárakban, külföldről kell behozni vendégmunkásokat, megoldódjon? Önök milyen tervet látnak? Azt hiszem nem meglepő, hogyha azt mondom, hogy megint az oktatásban kell keresni a megoldást, de ezzel sajnos elkésett a kormány. Jelen pillanatban 234 ezer munkanélküli van a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat regiszterében, akik regisztrált munkanélküliek. A fele ezeknek az embereknek maximum 8 általánossal rendelkezik. 11 ezer pályakezdő fiatal munkanélküliként kezdi az életét. A nagy részük funkcionális analfabéta. Nem tudnak elhelyezkedni munkaerőpiacon, miközben meg szükség lenne dolgozó emberekre. Ezért mondom én azt, az ellenzéki képviselőtársaim is ne vegyék megúszósra a figurát, amikor lerendezik annyival a dolgot, hogy nem kellenek ide vendégmunkások. Mindenki számára legyen egyértelmű, itt lesznek a vendégmunkások. Ezzel a helyzettel kell mit kezdeni. Az MSZP-nek erre is vannak konkrét javaslatai, hogy ne törhessék le a béreket, hogy ne kelljen olyan borzalmas munkakörülmények között dolgozni, mint éppen most ugye az Iváncsai gyárról derült ki, úgy, hogy Tóth Bertalan frakcióvezető megkérdezte a belügyminisztert, hogy mi történt ott, ahol 13 ember nem csak egyszerűen mérgezést kapott, nikkel, kobalt jutott a szervezetébe, ezek nehézfémek, rákkeltők, és így dolgoztatják az embereket, ki kell mondani őszintén, szinte dél-afrikai körülmények között, hogy nem tudja szerencsétlen ember, hogy milyen anyagokkal dolgozik, hogy az halálos veszély, aminek ki van téve, és a kormány hagyja azért, mert így tartja alacsonyan nem a munkabéreket, hanem a munkabérre rakódó különböző terheket. Szerintünk azonnal vissza kellene állítani a munkaügyi ellenőrök számát a 2010 előtti számra, 1025 volt akkor a számuk, most meg 300. Homjáti, köszönjük szépen, hogy itt volt velünk, és elmondtam mindezt. Én is köszönöm a lehetőséget.